következő percekben Novozanszky Fanni, hát ahogy nagyon sokan ismerik, ugye VV Fanni eltűnésével, halálával kapcsolatosan fogunk beszélni Lihi József ügyvéddel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mert ez egy olyan bűncselekmény Magyarországon, ami abban a szempontból azért szerintem egyedi, mert mi is beszélgettünk már ugye több alkalom itt a stúdióban, egyfelől, hogy szerintem ugye, mint ha már több százmillió forintnál tartana a nyomozási költség, és az ember, főleg aki a tragédiában érintett, hát ugye eredményt vár, hogy legyen. Most a legutolsó hír az volt, hogy Novozanszky Fannit valószínűleg elhamvasztotta az elkövető, tehát a gyilkos. Ez egy hivatalos krematóriumban, bár ezt mondjuk, azt mondják, hogy ez lehetetlenség megfelelő papírok nélkül. Ön hogyan látja ezt? Hát az az igazság, hogy én úgy látom, hogy semmi nem lehetetlenség. Mert egyrészt mindent le lehet papírozni, másrészt pedig a hamvasztás az egy vállalkozási tevékenység Magyarországon. Tehát végeredményben kivitelezni bármit meg lehet. Meg lehet oldani. Annak is megvan a protokollja. Persze. Nem úgy van, hogy valaki elmegy krematóriumba bármilyen testtel, vagy nem tudom, akármiben is azt mondja, hogy tessék, égessék el. Persze, hát nyilvánvalóan itt ez szervezés kérdése. De végeredményben a hetekben feltűnt, a semmiből feltűnt egy illető, aki egyébként szabadságvesztését tölti, tehát börtönben ül. Ő ugye egy Váci börtönben ülő rab, aki ezt elmondta. Váci börtönben ülő rab, keresett meg engem, de aztán kiderült, hogy már még mielőtt én bementem hozzá a börtönbe, mert kíváncsi voltam, hogy mit akar mondani, azt megelőzően már a rendőrség két héttel ezelőtt őt kihallgatta. Tehát tulajdonképpen én már csak utóbb értesültem arról. Bocsánat, de a rendőrséget is ez a rab kereste, vagy a rendőrség jutott el hozzá valamiért, mert az nagyon nem mindegy. A rabtól indult. Tehát őtőle indult az, hogy eljutott a rendőrségig az, hogy ő esetleg információval rendelkezik, és mondom, vagy két héttel hamarabb, nem is egyszer, talán kétszer is kihallgatta őt a rendőrség. És én is arra kaptam fel a fejem különben, hogy amit mond, az lehet reális és lehet életszerű. Mert hiszen ugye ezt a lányt pont egy éve novemberben, ugye, hogy eltűnt, meggyilkolták, és hát annyi mindent megtett a rendőrség annak érdekében, hogy megtalálják, tényleg költséget se kíméltek, semmit nem kíméltek, de nincs meg. És ilyenkor már az ember ugye mindenféle lehetőségre gondol, amiben némi realitás van, vagy némi életszerűség van. És épp az volt az elmondásnak a lényege, hogy hát nem véletlen az, hogy a Fannit nem találják meg, hiszen ugye, és nem ő az első, hanem már a többedik olyan személy, és példálózott is egyébként ez az illető nekem azzal, hogy például a Szigetről is eltűntek fiatalok korábban, évekkel ezelőtt, akiket nem találnak, és valószínűleg gyilkosság áldozatává lettek, mert hogy van néhány személy Magyarországon, akik hát nyilván jó pénzért, de titkosan, jogellenesen, elhamvasztásos módszertannal el tudnak tüntetni holttesteket, és hát ő, neki van egyfajta információja arról, vagy tudomása arról, vagy hallomása arról, hogy ez történt. De a Váci börtönben ülő férfi ezt az információját honnan veszi, tehát megnevezte azt is, hogy ő valahonnan, valamilyen csatornából valakitől ezt hallotta? Az elmondása szerint ő személyesen ismerte Fannit is, és személyesen ismerte a gyanúsítottat is. Tehát B. Lászlót, aki... Igen. Ők kapcsolatba kerülhettek a börtönbe egymással? Nem. Bármelyik nem börtönben hiszem. Bárhol? Nem hiszem. Nem hiszem. Na most az ismerettség, ez nem valami baráti viszony, ez ilyen társasági áttételes ismerettség tulajdonképpen, de arra mondjuk alkalmas, hogy egyfajta információs áramlás végbe mehessen az emberek között, és ezt mondta. Mi történik innentől kezdve, ügyvéd úr? Tehát ugye az ember azt gondolná józan paraszti ésszel, hogyha ez igaz is, de hát ezt végig kéne azért valahogy göngyölíteni. Ha nem lesz meg a Fanninak a holtteste, az is elképzelhető ön szerint, hogy a jelenlegi gyanúsítottat mondjuk felmentik? Mert hogy nincs meg a holttest? Hát én sok mindenkivel beszélgettem már szakmás körökből erről a dologról. Kíváncsi az ember mások véleményére is. Nekem is megvan a véleményem. Van, aki optimista, meg van, aki nagyon nem. Tehát az az igazság, hogy mindenre van példa, és ebben az esetben is őszintén szólva látnoki képesség kéne ahhoz, hogy
jövőbe lássunk, hogy mi lesz ebből. Azt gondolom, hogy meg fogják vádolni. Jövő héten le fogják zárni ennek információim szerint ennek az ügynek a nyomozását. Uh-huh. És ha megvádolják... Jövő héten akkor ki fog derülni, hogy vádlott válik-e belőle, vagy sem? Ez hát, kijelentető? Nagyjából igen, ki fog derülni. És aztán, hogy a bíróság mit fog tudni kezdeni egy olyan vádirattal, amelyben nyilván ugye holttest nélkül nem lehet beleírni azt, hogy mégis mi történt egészen pontosan, és hogy gyilkolták meg ezt a lányt. Ezt nem tudom. Még akkor is, amikor videókamerák felvételi tanúskodnak arról, hogy a feltételezett elkövető, a gyanúsított, ugye a vállán viszi V.V. Fanninak ugye a na, de ez ugye testét. Csak az testét. Nem tudni, hogy ott abban a percben ő már meghalt, vagy még alélt állapotban van. Tehát nyilván mire elegendő ez az ember? Van, amikor védőként gondolkodik, most meg sérteti képviselőként gondolkodik. De a jog az meg jog, nem? Ez arra elegendő, hogy bűnpártolásként ugye fogják fel a dolgát. Nyilván valakinek, aki a hátán cipel, vagy visz egy holttestet, vagy akkor még nem holttest, életlen testet, valami köze kell, hogy legyen ahhoz a gyilkossághoz. De gyilkossággal elítélhető, mert ugye ha nincsen holttest, akkor egyrészt, ha jól tudom, 5 évig holttest sem lehet hivatalosan nyilvánítani, és ugye hogy ítélhetnének el valaki gyilkosságért, miközben holttest sem nyilvánítják valamit? Hát ez az. Tulajdonképpen azért szakértői bizonyítást le lehet folytatni, és le is folytattak ezzel kapcsolatosan, mert képfelvételek vannak. Uh-huh. Na most, ha egy szakértő azt mondja, aki nagyon ért hozzá, hogy az ott az a test azon a fényképen, az meghalt személy, akkor azt fogják elfogadni. Ez megállapítható 100%-os bizonyossággal egy videófelvétel alapján, hogy csak állított állapotban van, vagy esetleg élettel? Ez szakértői megállapítás kérdése. Van, amikor megállapítható, mert vannak ugye úgymond jelenségek, amikor mondjuk egy végtag már mondjuk megfeszül, mert ugye a hullajelenségek által ugye már nem hajlik, és akkor látszik a fényképen, hogy mondjuk annak a személynek a lába már túl egyenesen áll ahhoz, hogy élő személy legyen, elnézés, de mondjuk ilyen jelenségekből tudja ugye a szakértő a megállapításait megtenni. De hogy ebben az ügyben volt-e olyan szakértő, aki konzekvensen azt mondta, hogy igen, az ott holttest, vagy nem tudni, hogy holtteste, de nagy valószínűséggel az. Ezt most nem tudom, de majd nyilván az iratismertetés. Ügyvéd úr, várjuk vissza, ha kiderül, hogy vádlott lett a jelenlegi gyanúsítottban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Most pedig következik a híradó.